Jó napot kívánok! A halak konstellációnál elmondottakhoz még szeretnék kiegészítéseket előadni a 12-ös ház szellemében, hiszen a 12-ös ház a halak gyakorlati szellemiségének a megvalósulási életköre, életterülete. Ez a remetéskedés, a elvonulás, a lecsendesülés, a lehiggadás, lenyugvás, az elmélyülés, a magunkba szállás életköre, ezért akiknél ez negatívan jelenik meg, azoknak a régi jóslásos asztrológia azt szokta jósolni, hogy börtönökben végzik, vagy törték idejüknek egy jó idejét, vagy mit tudom én, bizonyos bolygóállások következtében, persze, hogy is lenne ez másképp. Tehát a jóslásos asztrológia szerint, nem az általam művelt kauzális asztrológia szerint. És tehát különböző ilyen civilizációtól távolabb eső intézetekben, ilyen egészségi, úgymond szanatóriumokban, ilyen jellegű intézetekben, zárt intézetekben, mentális problémákkal rendelkezőknek a, úgymond a mentál, hogy hívják ezt, a pszichiátriai intézeteknek az zárt osztályain, stb. Való, hogy mondjam, időtöltést jósolják előre a jósolgató asztrológusok, mondom. Én nem vagyok ennek a híve, én azt mondom, és így ennek a szellemébe értelmezem a horoszkópot is, hogy akinek itt bármiféle karmikus motivumokra utaló jele is van, bolygója tehát, vagy karma pontja, és így tovább, annak oda kell figyelni nagyon, hogy az elmélyülésre, a lecsendesedésre, a lenyugvásra, tehát a külső ingerektől mentes állapot előállítására kell nagyon figyelnie, hogyha nem, akkor tényleg arra kényszerül majd az idők során, hogy ilyen helyzetbe kerülvén tudja megvalósítani ezt, bár a kényszer körülmények között már nem olyan könnyű, tehát ezt a belső intimitást ezzel a öntudatunk, tehát a legmagasabb fokú spirituális öntudatunk, úgymond isteni ősforrásával, nem részével, ősforrásával, teljes értékű forrásával, hiszen tudjuk, hogy onnan ered mindenki, tehát az auránk magva is valahol az abszolútumból jön, az Istenben alakul ki, és itt teljesedik ki, itt kap még fizikai testet is ahhoz, hogy érzékelni tudjon, és szembesülni azzal, hogy mit kell feloldania, mit kell meghaladnia, milyen negatív tulajdonságaiból és késztetéseiből kell pozitív tulajdonságokat és késztetéseket kialakítania. Tehát jó tudni előre, és az embernek úgymond ebbe begyakorolni magát, amit én például az elmúlt 20 évben elmulasztottam, 21 évben elmulasztottam, 22 évben gondolván, hogy elég nekem karmódásként az, hogy családot vállaltam, és utána szép lassan, hogy jöttek a gyermekek, nagy családot vállaltam, mert a rákban állott a sárkány farkam és az Uránuszom, a vízöntőnek az egyik uralkodója, de ez nem volt elég, és aztán a sors olyan helyzetekbe hozott, hogy megmutatta azt, hogy bizony igenis kell a csend, kell a nyugalom, kell az elkülönülés, a külső információktól, ingerektől mentes állapot és helyzet. Na most ezt a mai emberiség ezt éli meg, tehát ne felejtsük el, hogy a halakkal indult a Covid ezelőtt 2 évvel, talán a sárkányfarok is a halakban volt, vagy a Lilith, azt hiszem nem a Lilith volt a halakban, de a halak konstellációban állt a nap, amikor ide betört. Jó, Kínában hamarabb megjelent meg itt ott a világon, de itt teljes mértékben márciusban jelent meg, úgymond legalábbis hivatalos szinten. És akkor elmondtam, hogy itt nagy-nagy hamisítások, hamiskártyázások, hazugságok, álságoskodások, alantasságok fognak következni. És úgy is lett nagyjából, tehát elkezdődött egyesek szerint a harmadik világháború. Hát nem tudom, most már ezt átrakják az ukrajnai háborúra, hogy az tulajdonképpen egy ilyen félvilágháború szerűség, és hogy
mind attól félnek, hogy ne, hogy kiterjedjen ez Európára is, illetve egyesek már azt is jósolják. Tehát igen, ahol a hamisítás van, ahol titkolózás van, ahol kegyetlenkedés van, erőszak van, csalafintaskodás, és főleg hamis éntudat, tehát ami a nacionalizmus, ugye, a hamis öntudat és a liberalizmus, ez a hiába, hogy egymással ellentétben állnak, mert ugyanannak a lényegnek a két egymással szemben álló polaritás törvénye szerint megjelenő megjelenési formája. Tehát, mint mondtam, én itt világforradalmat és világmegváltó eszméket nem hirdetek, tehát azoknak készítem a felvételeimet, akik horoszkópot rendeltek már, és tehát elindultak a spiritualitás útján, és akik fognak még rendelni, illetve akik mostanában rendeltek vagy rendelnek, azok számára készítem ezeket a felvételeket, úgyhogy ebben a szellemben csak azt tudom mondani, hogy figyeljünk oda nagyon, akiknek 12-es házban vagy halakban van Lilitje, vagy sárkányfarka, vagy éppen a kakas évében születtek a kínai asztrológia szerint, azoknak nagyon-nagyon el kell csendesülnie, és nem kell izgalmi állapotokat gerjeszteni tovább, és nem kell izgalmi állapotokat magukba fogadni, amelyek az internet szerte most megjelennek, hogy ide megyünk, s oda megyünk, s elkülönülünk a társadalomtól, s a közösségtől, és tanyákra megyünk, és mit tudom én, milyen elszigetelt, elzárt közösségeket alkotunk, ahol csak jó barátok lesznek, és akkor nagyon megbízunk egymásba, és úgy valahogy túléljük ezt az egészet, illetve biztosítunk még az unokáink számára is lehetőséget, hogy így éljenek ebbe a úgymond tiszta közösségben, tehát a nagyvilág szennyétől elkülönült, megszabadult környezetben, önellátó rendszerekben, ugye? Mindenkinek megvan a maga elképzelés erről, karmája szerint és egyéni horoszkópja szerint. Én azt mondom, hogy mindez jó és szép, és jó lenne, és én is szívesen részt vennék egy ilyenbe, amennyiben tudnám, hogy ezek az emberek, akikkel egy csoportba kerülnék, egy közösségbe, egy ilyen közösségbe, tehát ezt a halak szellemiségét, ezt a remetéskedést, illetve a vízöntőnek az igazi szellemiségét, igazi géniuszát megértették, és nem engednek majd a karmájuk, úgymond sugallatainak, vonzásának és taszításának, tehát és igyekeznek magukba szállni, és megértik azt, amit a spirituális nagymesterek vagy tanítók már évezredek óta hirdetnek, tehát, hogy az ember igazából nem is kellene, milyen jó lett volna, hogyha mi ezt fiatalon tudtuk volna, vagy én legalábbis, nem kell semmit megszerezzen ebbe a világban. Holott az egész tanrendszerünk, ugye az iskola rendszer, az egyetem minden arra épül, hogy szerez tudást, és annak segítségével szerez meg ezt, meg azt, ilyen is olyan jó menő vállalkozásod legyen. Nem kell ez egyetem, de mondom, az egyetemek is nem az egyetemesség szellemében tanítanak, hanem nem az egyetemes tudást biztosítják, ami eredetileg, amire hivatottak lettek volna, hanem, vagy voltak az elején, amikor alakultak, ugye, és akkor tényleg egyetemes tudást tanítottak, még a Sorbonon, meg mit tudom én, Németország és a Németalföld szerte, és Itáliában, és így tovább. Tehát a nagy híres egyetemeken, tehát egyetemes kitekintést, egyetemes látásmódot tanítottak az oda jelentkező hallgatók számára, és most már minden leszűkült, lebutult, lesötétült a pragmatikus gyakorlatiasság szintjére. Ugye, na most ebből aztán az ember saját magára vonatkozóan és a saját küldetésére, rendeltetésére vonatkozóan semmi, de semmiféle információt nem kap, ahogy nem kap az iskolában sem, de hagyjuk az egyetemeket, mert manapság mindenki azt mondja, hogy illetve nagy többség azt mondja, hogy nem is annyira fontos ez. Sajnos. Tehát, hanem, hogy az ember találja meg azt a vállalkozását, ami testre szabottan neki jól illik, azt jól tudja csinálni, és aztán csinálja, és sikeres, legyen sikerember, és így tovább, és legyen oszlopos tagja a társadalomnak, és hasznos tagja a társadalomnak. Na most
Látjuk, hogy ez a társadalom a maga felszabadult információ közlési rendszerével, ahol már semmiféle felelősség nincs, sehol, semmilyen szinten, és kiskamaszok tehetnek fel az internetre bármiféle, mit tudom én, hamis információt bármiféle álcában, tehát még azt se tudod, hogy az tényleg egy kamasztól származik, vagy egy kiskamasztól, vagy nagykamasztól, vagy tényleg egy tudóstól, vagy tényleg egy, mit tudom én, egy megfontoltan gondolkozó és megalapozott tudásra, hogy mondjam, hivatkozni képes személytől. A lényeg az az, hogy itt ebben az egész kaotikus rendszerbe, amit az erkölcstől megszabadított, és az erkölcsi gátaktól és fékektől úgymond megóvott tudomány, mint technikai, technológiai lehetőséget az emberiség kezére bocsájtott, tehát ebben a karmájukat úgymond élő, tehát azokkal semmiféle, arról semmiféle tudással nem rendelkező, és az saját rendeltetésével kapcsolatban semmiféle tudással és információval nem rendelkező személyek gátlástalanul, úgymond ezzel az egész nagy technikai, tudományos vívmányrendszerrel élnek és visszaélnek. Tehát többnyire visszaélnek, tehát visszafelé élnek, visszafelé fejlődnek. És ebben aztán benne van a személyiségnek is a visszafelé fejlődés, lásd a tűzjegyeknek a hozadékát és a viselkedési formáját, amelyben mindent és mindenkit legázolni hivatottnak képzelik és hiszik magukat, illetve fölényeskedni, nagyképüsködni, arrogánskodni, kevékedni, keménykedni, megmutatni, hogy ő a Jani, ő a kemény, ő azért fölényesen kacag mindenen, kiröhög mindent, lenéz minket, mindent, és lebunkóz, és így tovább. És ezekkel az emberekkel tehát igazából nem lehet kollaborálni. Néha ugyan megjátszódják, hogy velük is lehet beszélgetni, hogyha nagyon-nagyon tiszteletbe tartod az ő kiváló egyéniségét, és személyiségét, és szellemiségét, de igazából egy-egy szélsőségesebb megnyilvánulásnál, vagy sorsfordulásnál, vagy sorshelyzetnél azonnal ki villog a úgymond az oroszlán karom, vagy a farkas fog, és a vicsorítás is azonnal rád vicsorít, és még amikor kacag, rajtad kacag, és fülényesen nagyképüsködik, még akkor is ott van a tulajdonképpen az én tudat hiányából, az igazi spirituális öntudat hiányából eredő félelme és szorongása, és az ebből eredő agressziója. Na, tehát ahhoz, hogy ezeknek a karma, hogy mondjam, karma hordudvarába vagy nap udvarába ne kerüljünk, ehhez kell a lenyugvás, lecsendesedés, megigazodás és az igazi spirituális isteni öntudatunkkal való kapcsolatfelvétel, illetve az azzal való minél nagyobb mértékű azonosulás. Na most ezt testesíti meg a 12-ös ház, és a halak karmásoknak erre kellene törekedni ahelyett, mert persze, hogy egy, tehát nem, azt már ezer egyszer elmondtam, hogy nem egy konstelláció szerinti karmával rendelkezünk, hanem minimum 5 konstelláció szerint. Tehát, hogyha van egy halak karmád, vagy egy, mit tudom én, megint Jupiterrel kapcsolatos karmád, ami egyértelműen csak a nyilas lehet, ugye, az még nem azt jelenti, hogy minden el van intézve azzal, hogy magadba fordulsz, és spirituális útra lépsz, és így tovább, hanem még ott vannak a tűzkarmás, úgymond fogásaid, késztetéseid, illetve az ilyen jellegű provokációk a sorstól. És erre meg kell tanulni válaszolni. Tehát hiába mondom, hogy a spirituális mesterek megmondták, hogy nem kell semmit megszerezni, nem kell semmit zsákmányolni, nem kell semmit erőszakosan magadhoz vonzani, vagy előnyökhöz jutni, vagy sikerekhez, meg nem kell megszerezni, nem kell meghódítani, stb., mert ez csak karmagyűjtés. Ezzel valamikor mindenkel számoljál, illetve arra kell felügyelned, arra kell vigyáznod, és így tovább, és még a személyekre is, akikkel így módon kapcsolatba kerültél, nevezetesen férjedre vagy feleségedre, és így tovább, akiknek egy adott pillanatban ugye megnyilván ez a nagy liberális világ, szellem azt sugallja, hogy is esetleg
tűzkarmás lévén, vagy bakkarmás éppenséggel, vagy skorpiókarmás, hogy hagyjál már neki békét a sok hülye spiritualitással, illetve a hamis misztikával, hamis spiritualitással. Egyesek számára még Hanvas Béla is hamis misztikával bír, úgymond. Tehát láttam én olyan internetes bejegyzést, ahol azt állította valaki, hogy mit tudom én, egy másik, egy asztrológus például, pont olyan merev, mint Hanvas Béla például. Na, tehát ha mindez tudod, akkor igyekszel tehát magadba szállván megtalálni azokat a múltban és régmúltban elkövetett hibáidat, vétkek, lehet, hogy vétkek, de hibázásaidat, ahol megszereztél valamit, vagy éppenséggel mondom valakit, akit nem kellett volna megszerezned, de nagyon-nagyon tetszett, mert aztán ez nagyon érdekes, tehát a fizikai külső az nagy csáberővel bír, és ez nagy megtévesztő erővel bír, tehát az ember, én is így voltam ezzel, hajlamos azt képzelni, és azt hinni, hogy aki szép, az, főleg, de még én is mondom, hát akkor a fiatalok, aki szép, az értelmes is, az bölcs is, az jó akaró is, az jó szívű, az attól nem telik ki semmi rossz. Van egy ilyen tévképzete a tudattalanoknak, lehet, hogy pontosan az Isten ezáltal biztosítsa számunkra azt, hogy karma oldás nélkül ne ússzuk meg az életet. Tehát, hogy az, aki szebb, aki jobban néz ki, aki vonzóbb, aki mit tudom én, szexuálisabb, akinek van szexi, hogy mondták, szexepéje, hogy mondták régebb, akinek van imidzse, vagy karizmája, meg mit tudom én, milyen vonzereje, férfiúi csábereje, misztikus vonzereje, magnetizmusa, akkor azokat megszerezzük, beszerezzük magunknak, és aztán nézzük meg évek múlva, hogy is tudunk vele egyáltalán még csak együtt működni is bizonyos dolgokba, amik közösek, például a gyermekeink. Tehát a lényeg itt az, hogy úgy sincs más, mit csinálni. Tehát ahogy az emberiségnek nincs más, amit csinálnia ebben a helyzetben, mint, és be lesz szorítva, és pontosan nagyon érdekes módon, pontosan azok által, akik mindezt negatív módon megtestesítik, tehát nem tudatos a dolog, tehát nem jó emberek és nem jó beavatómesterek ejtenek be valami sötét muhával, tehát nem bocsánat, valami muhával és fűvel és szénával ki párnázott, úgymond puhává tett barlangüregbe, ahogy megjegyél és elhagyd az egódat. Ugye, hogy történt régebb, állítólag Görögországban is a görögség kultúrkörén belül mindenütt ezek a beavatások, hogy a tanítványt egy ilyen, bevezették egy ilyen helyre, hogy vigye ő a lámpást, vagy a mécsest, vagy a gyertyát, nem tudom, és azzal beesett a gödörbe, és akkor ott hagyták magára, hogy ijedjen meg rettenetesen, és minden egóját, és minden önzését, és nagyképűségét, és beképzeltségét, és fölényérzetét, stb. Hagyja ott, mint ahogy Jézus is megkoronáztatta magát ezével, tövis koronával, igaz? És kiíratta magára, hogy király, és így tovább. Tehát ő tudta, mit csinál, meg akart szabadulni ettől az egótól, meg akart szabadulni ettől a... hogy is hívják ezt? Kevésségtől. Amiből a keresztény misztika szerint a többi 6 bűnt, tehát 7 bűnt ismer el, 7 fő bűnt ismer el a keresztény, középkori keresztény misztika, és azt mondják, hogy mind a többi 6 a kevésségből ered. És nagyjából egyet is értek vele. Megtapasztaltam én is, tehát, hogy a félelem, a szorongás, a bosszúvágy, és így tovább, mind a kevésségből ered igazából. Tehát az mind... De még valahol még a, tehát a kéjvágy is, noha én azt mondom, ebből a kettőből kombinálódik össze a többi, tehát az öncélú kéjvágy, élvezetvágy, ami hamis boldogság, ugye hamis boldogság, tehát a látszati, az illuzórikus boldogság szerinti vágy, ami a szerelmi vágy is többek között, mert hiába magasztaljuk annyit, és magasztalták régebb a költők és mindenféle művészek a szerelmet, mert az
így is csak karmikus provokáció, amiben erős szexuális vonzerő is van, legalábbis az egyik rész az egyik fél felől, az annak a rész, annak a személynek a felől, aki jobban vonzódik a másikhoz, mert erősebb a provokáció a másikban. Nem azt jelenti, hogy az jobb lesz neki, hanem az, hogy keményebb leckét fog tőle kapni. Mert a másik ugye, hogyha nem hajlandó felébredni, akkor csak játszódja mindazt, amit mondtam korábban, időtlen időkig, és nem hajlandó megfordulni. Csak majd elveszik valamikor, mint ahogy nekem is az ellenségeim, most már ki tudja, hogy merre vannak. Nem is néztem utána, a hajdani 10-15-20 évvel korábbi ellenségeimről már nem nagyon tudok semmit. Tehát ha valamikor nagyon nagy fiúk voltak az interneten, most nagy leányok, és nagy megmondók, és nagy kemények, és nagyon tanítók, és leckeadók, és megmondók, és ma sehol nincsenek. Tehát a lényeg itt, tehát valahol nagyon-nagyon, vagy felébredtek, ez a legjobb eset, és visszavonultak, és a halak szellemébe végül is magukba szálltak, vagy éppen valahol pszichiátriai intézetbe végezték, mint ahogy annak idején is már voltak jelek rá, hogy ezzel kacérkodnak, illetve hogy mondjam, ennek a szele megkísértette ezt, ennek a fogvallata közelért a nem a lelkükhöz, a szívükhöz, de onnan indul, a szívből indul az egész, de az agyukat megzavarta, úgymond a gondolkozásukat, és az öntudatukat, mert itt erről van szó, az öntudatról. Most hova akartam kiukadni? Oda akartam kiukadni, hogy figyeljük meg, hogy mind a halaknál, mind a vízöntőnél a két imádott bolygón kívül, tehát amikor mágiával kapcsolatosak, ugye a szeretet mágiája, ugye a Neptunus, a szeretetnek a mágikus, a teremtő mágikus ereje, illetve az Uránus a vízöntőnél, tehát az a világosság, az isteni fénynek a átvilágító és rendező ősereje, rendező, szervező ősereje, ugye, és a megtermékenyítő ősereje. Ezek mellett ott van két szürke bolygó, úgymond, két szürke eminenciás, amire nem nagyon szeretünk figyelni, ami viszont megadja a kulcsát az egésznek, és ami nélkül viszont az illető konstellációnak csak a negatív aspektus, a negatív része képes működni. Vagyis a vízöntő esetében ott van a felelősségtudat, a felelősségérzet bolygója, a Szaturnusz, a törvényesség bolygója, az atyaság, az apaság bolygója. Na most ezt az utóbbi évszázadban, a 20. században ezt igyekeztek és tudták kilőni, aztán világháborúkkal, aztán utána világháborúkkal. Tehát a zsarnokság eltűnésével és a hülye egyoldalúság, a patriarchális egyoldalúság eltűnésével aztán megjelent ugye a vízöntő, a felszabadítókor, az innováció, a zsenialitás, a tudomány, a technika, stb., amely aztán eljutott odáig, hogyha megnézzük a halaknak a másik uralkodóját, tehát a Jupitert, az értéktudat, az értékítélet, az erkölcsiség, az erkölcsi igényesség, a minőségi, a spirituális minőség igényességnek a bolygója, ugye a megváltásnak a föltétlenül szükséges bolygója, tehát ha azt is kilőtték szépen, és a 21. században ezt az internet és minden szabad információáramlás segítségével, tehát a hipizmus volt ennek a megnyitója annak idején, a megnyitó aktusa, és most már az erkölcsiség eltűnt, kérem, az erkölcsi igényesség minden innen, irodalomból, művészetből, minden felőről, és csak nézzünk, hogy mi történik a nagyvilágban, főként egyelőre a nyugati civilizáció, hogy mondjam, hatáskörében, érvényességű területén, tehát, ahogy mondja, Torockai László az északi félteke civilizációja, tehát Japántól Írországig, de hát ennek a kultúrának hogy mondjam, az át lett szállítva Amerikába, és ott lett igazából felszabadítva és liberalizálva,
és liberálisan aztán visszavéve, illetve Németországra rá erőszakolva a második világháború után, ugye, hogy ez megnyitotta és lezüllesztette aztán az egészet, és innen aztán egyszerűen ez az erkölcsi igényesség, tehát a zavarodottság, a zavartság ellenes magatartás és elvárás teljesen ki lett lőve elsősorban a politikusok által, és őket mit tudtak mit csinálni. Követték aztán a tanárok, a pedagógusok és a filozófusok is, és már olyan egyetemeket nyitottak, mint a Soros Egyetem itt Budapesten, amit aztán szépen finoman Orbán Viktorék valahogy átszorítottak valamennyire Bécsbe, ugye, és így tovább. Tehát nem azzal van baj, és nem csak Sorossal, hanem az egész minőségtelen igénytelenséggel, tehát legyen világos, hogy spiritualitás, és most térjünk vissza a saját területünkre, tehát nem működik, az nincs, sokan beszélnek magas vibrációról. Most magas vibráció nem liberalizmus, nem a liberalizmus hozza meg a magas vibrációt, nem a személyiségnek a teljes és kötetlen és felelőtlen és, hogy mondjam, cinikusnál cinikusabb és nagyképűbb és nem tudom, hogy milyen magatartása, szabad magatartása, ugye, amelyben a legerkölcstelenebbek és a legrealizálatlanabbak kezdenek fölényeskedni, nem tanítani, hanem azt mondják, hogy az, aki tanít, az csak prédikál, az moralizál, tehát a szemforgató, hipokrita, ugye, mert ő, aki nem tanít, de szabadon viselkedik, és a szabad példájával utat mutat, és példát mutat, és még ráadásul vannak asztrológusok is, akik ezt tanítják. Ma éppen találtam egy olyan blogbejegyzést, hogy valamelyik asztrológus arra figyelmeztet, hogy következik az oroszlán hava. Persze nő az illető, ugye, és tehát a feminista szellemiség itt mind jelen van, mind abban, amit eddig mondtam. Remélem, hogy kitetszik belőle, tehát, hogy nagyon-nagyon vigyázzanak az emberek, hogy mit fogadnak el másoktól, semmiképpen nem csak azt, amit belülről a szívük diktál, és a többi. Na most, tapasztalt asztrológusként én azt tudom, hogy amit ők úgy gondolnak, hogy a szívük diktálja, ne ügyeskedjünk, kérem szépen, a szív az egy magas, nagyon-nagyon magas szintű tudatosságot jelent a szív igazsága tulajdonképpen. Tehát a szív igazsága a magas rendű felelősségtudatnak az igazsága igazából, az egyetemes léttudatnak az igazsága, semmi köze nincs a karmikus vágyaknak a kielégítési, hogy mondjam, az önzés és az élvezet vágyak, és az asztrális, alacsony rendű test és asztrális vágyaknak, lelki vágyaknak a kielégítéséhez, kielégítési, hogy mondjam, vágyának az intenzitásához, mert itt nagyon intenzív dolgokról van szó. Na most így jutottunk el oda, hogy most Covid és egyéb, most ökológiai terrorizmus, mindenféle itt megjelenik. Hova jutott, könyörgöm, az a gyönyörű szép eszmevilág, aminek én valamikor a híve voltam, tehát a zöldpárti voltam, úgymond még Ceausescu idején, és még utána is egy pár évig. Amíg mással nem kezdtem, tehát spiritualitással foglalkozni, az volt számomra a szellemiség, a non plus ultra, ugye megtestesítése, tehát a természet védelme. Valahol ráéreztem arra, hogy amit a természet megjelenít, ugye az az egyetemes törvények szerint van, és való. Igen ám, de hol kezdődik itt a természetesség, amikor az abortusz törvények hogy mondjam, egyre inkább azt szolgálják, hogy legyen minél több abortusz, hogy már Amerikában olyan törvényt is szentesített ez a kótyagos Biden, hogy igaz, neki csak úgy elébe teszik, és ott a dumán valamit leolvasva van a sugógépről, hogy ezt a rendeletet aláírja, közben gőzer nincs, hogy mit ír alá. Mindegy, hogy akik abortuszon estek át, azok is segít kapjanak, mind a kismamák, és így tovább. Na, tehát aki életet ont és gyilkol, az is pont olyan megsegélyben és segítésben részesüljön, mint a másik, aki életet ad. Itt mondom, hogy vissza kell menni a fundamentális tényezőkig, és akkor megnézni, hogy miben van igazunk, és mit védünk, és mi az, ami
ami az igazi életet szolgálja, és az igazi a megváltás szolgálja, mert az élet a megváltást szolgálja, nem egyebet, ezt kellene tudni, csak erről nem tudunk semmit, és ezért van a sok baj, tehát, hogy itt a megváltásért vagyunk az egészen. Mindenki azért van, hogy karmát oldjon, és ezáltal megváltódjon, és ezáltal a megváltást. És minél nagyobb mértékben megváltja önmagát, annál nagyobb mértékben váltja meg a világot, nem. De valami, egy picinke, hogy mondjam, hozzájárulása lesz hogy mondjam, az egyetemes kiegyenlítődéshez, tehát az egyetemes megtisztuláshoz. Nem mondom el megint azt, amit rengetegszer elmondtam, hogy az ős valóságból, az abszolútumból, hogy kerülnek az isteni valóságból az ős ideák, és hogy ezekből néhányan meghibásodnak, és ezekből mi vagyunk azok, akik ezekből egy-egy csomagot hozunk a világra, hogy megtisztítsuk, kijavítsuk, helyrehozzuk saját magunkba, saját életünk által. Na most ide kellene az erkölcs. Kérem, ide kellene az erkölcs. Nem létezik, hogy neked magas vibrációd legyen, hogyha spirituálisan zavart vagy, zavart az erkölcsi világképed, és megengedsz magadnak bármit is, akár perverziót, akár pedofiliát, akár homoszexualitást, akár kábítószerezést, akár leszbikusságot, akár mit, ha egyszer nem a törvények szerint való az, amibe beleegyezés, amivel együtt működsz, úgymond, vagy ami ellen, vagy amivel szemben úgymond közömbös vagy, vagy igyekszel közömbös lenni, holott nem lehet, ugye, hogy neked magas vibrációd legyen. Mert rengeteg írás jelenik meg, és prédikáció magas vibrációban levés szükségéről, csak arról feledkeznek meg, hogy nem lehetsz magas vibrációban, hazugságban. És aztán ott van az árnyékén jelensége, amiről már beszéltem éppen eleget, ugye, aki a Jupiternél egy sokkal nagyobb hazug, tehát a negatív Jupiternél, bocsánat, vagy a negatív nyilas szellemiségnél sokkal nagyobb hazudozó, tehát ő nem is hazudik, hanem egyszerűen elrejti azt, ami a karma. Elrejti azt, hogy karma oldásért vagyunk az életben. Hogy az elrejti az életnek az eredeti rendeltetését. Elrejti az élet rendeltetésének az igazságát és a célját, az árnyékét. Hát annál hazugság, nagyobb hazugság nincsen, mint hogy te csak azért vagy, hogy itten, hogy szokták mondani, hogy szórakozzunk, vagy játszodjunk, meg tapasztaljunk. Ne, üresben nincs üres tapasztalás, kérem. Nincs öncélú tapasztalásért való létezés. A létezések nagyon-nagyon általában az egyetemes létezésnek nagyon magas rendű célja van, és ezen a magas rendű célon belül az embernek van egy ilyen funkció, egy ilyen feladata, hogy önmagán belül, önmagában, önmagáért karmát oldjon, és ezen belül tehát még, hogyha tud, mert van boldogság karma is, hogy boldog legyen. Erről van szó. Tehát erről szerettem volna, remélem, hogy elég érthetően mondtam, ha nem, akkor még egyszer összegezem, tartani tehát ezt az előadást, hogy ha már belé mentél, mert így is, úgy is belé kellett mennél, mert olyan volt a karmács, olyan volt a provokáció, tehát bele kellett menjél számtalan dologba, ugye a karmát szerint, amiben benne vagy nyakig és fülig, vagy a fejed búbjáig, és akkor kész. De tudjál róla, hogy nem kellett volna. Tudjál róla, hogy nem kellett volna belemenni, nem kellett volna. Mert miért? Mert hozzád jött volna. Ott van a megjelenítés törvénye, és ott van a vonzás törvénye. Akkora nagy filmek vannak, és sikerkönyvek a vonzás törvényéről, mert azt hiszük, hogy csak annyiról van szó, hogyha csak szép és tiszta és világos dolgokat képzelünk el, akkor azt vonzunk magunkhoz, és készen van. Nem, kérem, ott van az egész személyes struktúrád, amelyben ott van a karma, amely olyan késztetéseket, olyan sugallatokat ad neked, hogy gondoljál és képzelődjél és képzeljél bizony negatív dolgokat is, illetve perverz dolgokat, illetve zavaros dolgokat. Ezektől kell megszabadítani magad, és ide való Szaturnusz egyébként a figyelem és a fegyelem megvalósításához, illetve a képzeletnek a fegyelmezéséhez, hogy ne képzelegjünk lehetőleg zavaros, perverz, negatív, züllött dolgokról. És ahhoz elsősorban az kell, hogy ne egyezzünk bele, hogy ezek jogosak és törvényesek, ugye? Tehát az eredeti pozitív isteni képzetrendszer, amiről beszéltem a korábbi felvételeken, az azt jelenti, hogy zavartalanság,
Tehát nem föltétlenül csak agressziómentességről beszél az, hanem elsősorban zavartalanságról, tehát tiszta, világos képzetekről. Tiszta, világos képzetrendszerekről a konstellációk által megtestesített géniuszok szerint. Na most menjünk vissza, most ezt kellett ezt az árujelet kinyissam és bezárjam, úgymond, tehát kellett egy ilyen közbevetést tegyek. A lényeg itt az tehát, hogy ha ezt tudjuk, akkor azt is tudnunk kell, hogy a képzeletünknek jó azt megzabolázni és azt helyes irányban tartani, lehetőleg mindig fegyelmezve, és hogy a kettő, tehát a Szaturnusz és a Jupiter édes testvérek, ikertestvérek, vagy hogy mondjam, elválaszthatatlanok, mert akinek nincs felelősségtudata, attól hiába is törvényességtudata, hiába kérsz értéktudatot, értékítéletet, tehát hogy mi az, ami értékes, mi az, ami kell nekem, és mi az, ami nem kell, és akinek nincs viszont értéktudata, tehát nem megváltás szerinti, nem megváltódás szerinti, nem karmoldás szerinti az értéktudata, attól hiába vársz el felelősséget. Értjük? Tehát a kettő elválaszthatatlan, és erről szólt tehát ez az előadás végül is, hogy nem kell, tehát hogyha már belementél és fiatal korodban belé lettél vonzva, és még spirituális utat kezdetén is belé lettél vonzva, sőt még a derekán is belettél vonzva, és behívtad magadnak a karma már szerinti helyzeteket és állapotokat, illetve személyeket, akkor most már többet ne akarjál még többet, mert erről szól ez a jelenlegi krízis. Az emberiség még mindig akar, még mindig meg akar, az ukránok meg akarják tartani azt, amit Jelcin 2-3 vodkáért eladott, vagyis nekik, az oroszoktól, az oroszok vissza akarják szedni, és mondjuk az egészen még nem is lett volna baj, hogyha az ukrán nacionalisták, tehát itt látjuk az öntudatot, a hamis öntudatot, nem gyötörték volna a neofasiszta katonai szervezetek halomra az orosz lakosságot abba a tartományokba, amiket ajándékba oda kaptak, úgymond a sóstól. És így tovább. Tehát jó, hogy van gazdasági háttere is, hogy a Fekete-tengerben ott vannak az olajmezők, stb. És azt, hogy ezt ki fogja szipolyozni onnan, hogy az amerikaiak az ukránok áldásával, vagy engedélyével, illetve az oroszok, stb. Ez is igaz, de ez nem lett volna elég ürügy, tehát az ürügyet ehhez, illetve az igazi okot viszont az szolgáltatta, hogy ott bizony gyötörve voltak, és nagyon-nagyon keményen elnyomva, és kriminálisan meghurcolva az orosz lakosság nagy része azokban az ukrán tartományokban, amit 90-ben vagy mikor, tehát nem 90-ben, mert ott a Szovjetunió később bomlott fel, és az orosz állam később alakult meg. Mit tudom én, 90-es évek elején valamikor ajándékozott ugye nagyvonalúan Jelcin papa az ukránoknak, és akkor pont az ő utódja, akit ő jelölt ki utódúr, érdekes módon annak jött be aztán ez a szerep körébe, vagy erre kényszerült rá, vagy ez jött be neki ambícióban, nem lehet tudni. Putyinról beszélek, hogy ezeket visszaszerezze, illetve valamit tegyen azért, hogy ott tovább ezek a fél katonai fasiszta szervezetek negyötörjék a civil lakosságot. Na, de és akkor az egészet persze bejöttek az érdekek, és bejött az amerikai technológiai érdek, és bejött az anyagi érdek, és az olaj szerzési érdek, és mindenfene, és akkor aztán ebből most már senki nem tud kimászni. Szerintem az lesz úgyis végül, hogy a tartományokat, amiket meg akart szerezni az orosz megszerzi, és több látszatot nem akar majd kelteni, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább, és kezi csókolom, és akkor lesz már csak béke. Na, itt, hogy az amerikai pont úgy fognak itt veszíteni, mint Vietnámban, mint Kambodzsában, mint mindenütt a világon, itt nem, és annak, aki őket itt kiszolgálja, vagy akik behívták oda, és akik ezt az egész nagy humanista szemforgatást rendezik, azoknak annyi lesz. Tehát itt szegény ukránokról beszélek, akiket még így is kimélni szeretne az orosz elnök, legalábbis az elmondása szerint. Tehát azért próbál kíméletes háborút, de tudjuk, hogy kíméletes háború nincsen. Sajnos. Na,
A kíméletes hazugságok vannak, és a halak pont erről szól, a 12-ös ház, tehát a kíméletes hazugságoktól való megszabadulás. Ide akartam kiukadni. Kíméletes hazugságokkal nem lehet együtt élni, főként amikor ott ilyen tűzkarmás és bakkarmás ambíciók is, ilyen kivagyiság és nagyképűség és fölényeskedés, tehát hamis, tehát tulajdonképpen mindez mi? Az egónak a félelme. Tehát akik tűzkarmával jönnek a világra, lásd, nyilaskarma, oroszlánkarma, kuskarma, azoknak mindig ott van a hiányérzet miatti félelem, hogy őket nem értékelik, nem becsülik, nem eleget, eléggé, és nem is tudják ők sem szegények saját magukat értékelni, becsülni, amíg meg nem találják magukba az isteni felelősséget, aminek aztán semmi köze a nagyképűséghez, az arroganciához, a fölényérzethez, illetve a világi értelemben vett hatalomhoz. Ezt nehéz megérteni a mai emberiségnek, remélem, hogy ti, akik az én volt rendelőim és jövendő rendeleim vagytok, és voltatok, és lesztek, megértettétek azt, amit ma elmondtam. Isten adjon nektek békés nyarat és elegendő bölcsességet, hogy ebből most figyeljük oda, hogy dupla oroszlán időszak következik. Nem csak a nap lesz az oroszlánba, de a Lilith ott van, nem a Lilith, a kínai asztrológia szerint a tigris évében vagyunk. Tehát itt a személyiség, hogy mondjam, provokációk és a hamis személyiségnek az egekbe ugrik majd az energiája és az önkifejeződési vágya és képzet és képzelet rendszere. Úgyhogy nagyon vigyázzunk arra, hogy mind magunk személyében kik vagyunk, kik nem vagyunk, és tudni kell, hogy aki itt vagy, majdnem semmi nem vagy. Igazából. Sőt, én semmi nem vagyok itt. Senki vagyok. Remélem, hogy a személyiségem, az igazi, tehát az aurám, az valamennyest tisztult ezzel a sok drámával és tragédiával, ami itt ért ebbe a földbe, és megtisztultan tudom leélni az életem végét, és megtisztultan megyek majd vissza oda, ahonnan érkeztem, és ahova vissza kell menjek egy magasabb szinten lehetőleg, tehát ez lenne a megváltásnak az értelme, az abszolút létbe visszakerülni egy magasabb szinten, tehát a teremtés és a karmaoldás fázisaiban úgymond megtisztulva és tapasztalatot nyerve és fejlődve. Fejlődés törvényét ne felejtsük el, az is egy nagyon-nagyon fontos törvény, bár az utóbbi időben nem nagyon volt szó róla, mert nem is úgy néz ki a világ, mint hogy a fejlődés törvénye szerint működne egyelőre, illetve a legtöbb ember, tehát akikkel találkozok, még sok misztikus sem, úgymond sok spirituális tudattal rendelkező ember is, tehát ami fejlődésről beszélnek, az nézem, hogy miről beszélnek ezek. Tehát semmi köze az igazi spirituális öntudati fejlődésnek, tehát a technológiai fejlődésnek, az anyagi fejlődésnek, és a tudományos technikai fejlődésnek semmi köze a spirituális, tehát az isteni világossághoz, amit az Uránusz meg kellene testesítsen, és ezen belül a vízöntő, amennyiben az felelősséggel járna, tehát a Szaturnusz az atyát odaraknák melléje. Tehát az atyának a világosságot is kell keresni, pont úgy, mint a szeretet mellé, hogy kellett a minőségi ellenőrzés, ugye a Jupiter. De másfajta minőség szerint ellenőriz az égi Jupiter, mint ahogy azt mi gondolnánk és képzelnénk. Na, ezek tudomásul vételihez és ezek szellemében való további élet folytatáshoz kívánok nektek bölcsességet, fényt és szeretetet. Sziasztok!